Maga a díj az 2019-ben indult útjára, 2010-es évek végétől kezdődően azért nagyon erősen jellemzi Debrecent az a fejlődési folyamat, amelyel párhuzamosan szükséges és fontos gondolkodnunk a város fenntarthatóságáról, a környezetvédelmi szempontok figyelembevételéről és a város épített és természeti értékeinek a megbóvásáról kell, hogy gondoskodjunk fokozatosan, fokozottan és hatványozottan, és hát nyilvánvalóan vannak szabályozási eszközök a város kezében, az önkormányzatnak rendeletalkotás, meg nyilván az ország központi kormányzati döntései, parlamenti döntései is szerepet játszhatnak a fenntarthatósági paraméterek érvényre juttatásában. De azért az nagyon fontos, hogy a város polgárai, a város vállalatai vagy intézményei magukénak érzik -e ezt a feladatot, ezt a kihívást, amely jellemzi az életünket. Környezetvédelem felértékelődő szempont, ugye 2019-ben amikor az új városvezetés az önkormányzati választásokat követően megalakult, akkor kifejezetten új környezetpolitikát hirdettünk meg, éppen készülve azokra a nagy volumenű, nagy évű fejlesztési folyamatokra, amelyek jellemzik napjainkat, felhívva a figyelmet elsősorban a kérdésre abban a tekintetben, hogy a fenntarthatóság az a fejlődés mellett nem veszhet el. És éppen ezért hoztuk létre a Fentartható Debrecen díjat, amelyet elsősorban az elmúlt években vállalatok, gazdasági szereplők kaptak meg, és most nagyon örülök annak, hogy van lehetőségünk elismerni három Debreceni oktatási intézmény ezen területen kifejtett tevékenységét. A Homokerti Pitypangóvoda, az Adi Endre Gimnázium és a Károly Szagimnáziumnak a fenntartatóság területén végzett tevékenységét. Mindhárom intézmény a saját nevelési pedagógiai programjában beépíti a környezet tiszteletének a gondolatiságát, a környezetvédelmi szempontoknak az érvényre jutatását. Ugye tavalyi évben magát a díjat is újra gondoltuk, és a, az épített és természeti környezet értékeinek a megóvását, fejlesztését, a környezetvédelmi szempontok működés során történő hatékonyabb érvényre juttatását e, még hangsúlyosabban igyekszünk elismerni ennek a díjnak a, az átadásával. És hát, ahogy említettem, mind, mind a három intézmény nagyon fontos. E, e, feladatot lát el ezen a területen. Különösen fontos a szemléletformálás esetében a intézményeknek, a oktatási intézményeknek a jelenléte, hiszen holha nem itt tudjuk ezt legjobban, leghamarabb elkezdeni a gyermekeinknél, és nagyon sok esetben ők azok, akik aztán majd a felnőtteket is megtanítják sok olyan dologra, ami a fenntarthatóságot, a környezetvédelmet szolgálja. Van más olyan kezdeményezés is, ami kötődik ehhez a kerthez, hiszen elindult Debrecenben a Future of Debrecen mozgalom, és van egy olyan kezdeményezés, ami szintén civil oldalról jött, hogy tartsunk olyan sétákat, ez lett a Nature of Debrecen séta, ahol túra vezetéssel Debrecen értékeit meg tudjuk tekinteni, és itt ebben a kertben is már több alkalommal volt szakvezetéssel, amit ezúton is köszönünk, ilyen sétál lehetőség, és még azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen lesz majd a jövőben még. És hát még egy dolgot szeretnék nagyon fontos üzenetként megfogalmazni, a sajtómunkatársainak a figyelmét is arra felhívni, hogy ugye elindítottunk a Debreceni Egyetemmel közösen egy monitoring rendszer kialakítására vonatkozó szándéknyilatkozat aláírása volt másfél-két héttel ezelőtt, ami, ami az egész városra kiterjedő környezeti monitoring rendszer lesz. És nagyon fontos eleme lesz ennek a rendszernek, ha ezt kiépítjük, hogy bevonjuk a városnak a polgárait, és a Citizen Science elvet követve az egyetemmel olyan megállapodást kötött polgármester úr, aminek nagyon fontos része az lesz, hogy bevonjuk a városi polgárokat, a gyerekeket ebbe a programba ez egy élő dolog lesz, nem csak műszerek lesznek, nem csak szakemberek fogják azt figyelni, hogy milyen hatása van, a, milyen környezeti változások vannak, a klímaváltozás milyen hatással van Debrecenre, vagy akár a Civakva programnak milyen jótékony hatásai lesznek a városra, hanem ebbe szeretnénk bevonni majd a debrecenieket, és ebben a tekintetben a fontos üzenetet szeretnénk megfogalmazni, hogy az oktatási intézményekre számítunk majd, és nagyon fontos partnerek lesznek ebben.